Képzeljük el azt, hogy mindössze 300 forintért megvásárolhatjuk a magyar és a világirodalom legjobb műveit, ráadásul még szinte házhoz is hozzák. Van ilyen, pontosabban lesz ilyen nem sokára a kerületben is. Erről beszélgetünk vendégünkkel, Veres Mártonnal. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát honnan jön az ötlet az, hogy könyveket olcsón áruljunk, ráadásul ugye helyi terjesztéssel, tehát helyhez kiszállítva, helyre kiszállítva? A barátaimmal, akik tulajdonképpen egytől egyik tanárok, azon szomorkodtunk, hogy kijött tavaly egy felmérés, ami arról szól, hogy a Z generáció, azaz a 0-tól 18 éves korosztály 92%-a az égvilágon semmit nem olvas, sőt, még interneten mondjuk elektronikus újságot sem. Tehát kezd kialakulni egy ilyen újkori analfabetizmus, ami egy döbbenetes adat. Ebből jött az ötlet. Egyébként a kollégáim nagy része emellett most már régóta könyvekkel is foglalkozik, tehát kiegészítő jövedelemként könyveket vásárolnak és könyveket értékesítenek. Onnan jött az ötlet tehát, hogy mi lenne akkor, hogyha Budapesten, vidéken és később a Kárpát-medencében létrehoznánk tudáspontokat, utcai iskolákat, ahol 300 forintért akármilyen könyvet visszaszolgáltatunk az embereknek. Erre a nem olvasásra azért visszakérdeznék, a felmérés azt is kimutatta, hogy miért nem olvasnak a fiatalok, tehát a 18 év alattiak? Igen, Európában, Románia után Magyarország a második legszörnyűbb hely a tekintetben, hogy egy magyar állampolgár 4,5 órát tölt televízió vagy internet előtt, ebben a csecsemők is benne vannak és a nyugdíjasok is, tehát tulajdonképpen ez a informatikai robbanás, ez teljesen elsöpört az ifjúságot, és én azt gondolom, hogy ez az alapvető oka annak, hogy a gyerekek egyáltalán nem olvasnak. Tehát akkor jól értem, hogy a felismerés lényeg az, hogy a könyv nem tudja olyan erősen kínálni magát, mint az informatikai termékek, és ezért most gyakorlatilag egy versenyt kell teremteni, és oda kell vinni a könyvet a fiatalok elé? Ez így van. A másik probléma pedig az, hogy a könyvterjesztők népszerű könyveket dobnak a piacra, ami egyáltalán nincsen szinkronban azzal, amit mondjuk értéknek lehetne nevezni. Itt most nem arról van szó, hogy vonuljunk elefántcsontoronyba, és mindenki olvasson Thomas Mann-t, meg Dostoyevskit. Van igényes szórakoztató irodalom is. Én azt gondolom, hogy ez a diákokhoz egyáltalán nem jut el. Említette ugye, hogy 300 forintért fogják árulni a könyveket, és azt is mondta, hogy már nagy gyakorlatuk van önnek is, illetve az ön ismeretségi körének is az ilyen fajta terjesztésben. Honnan szerzik be azt a könyvállományt, amelyet árulni fognak, hiszen azért a 300 forint az tényleg egy nagyon alacsony ár egy könyvért. Milyen beszerzési áron tudják ezeket megszerezni, vagy hogy alakul ki az a bázis, amit aztán végül is értékesítenek? A pedagógus kollégáim és én mondhatom azt, hogy 1998 óta jövedelem kiegészítésként elkezdtünk régiséggel foglalkozni. Hirdetéseket adtunk föl, és tulajdonképpen régiségboltunk is mindig volt. A régiségboltban a bútor, meg a festmény, meg a porcelán mellett mindig is árultunk könyveket. A régiség elkopott, a könyv maradt, az utóbbi 2-3 évben már szinte csak is kizárólag könyveket értékesítettünk, nyilván üzleti alapon. Tehát van egy tapasztalatunk az emberek olvasási szokásairól. Egyáltalán mi az, amit még megvásárolnak, és írdatlan mennyiségű könyv van. Ezek a könyvek az enyészeté lesznek. Piacokon meg lehet vásárolni, interneten felajánlják, illetve mi hirdetést adunk föl, és magánszemélyektől lakáson megvásároljuk. Tényleg, ha már említette, mit olvasnak az emberek? Ezt azért is kérdezem, mert említette, hogy ugye ezzel kapcsolatban is van egy tapasztalat. Ha az ember felszáll a tömegközlekedésre, mondjuk főleg a metróra, akkor azt lehet látni, hogy az emberek még mindig olvasnak. Tehát nagyon sok embernek a kezében van könyv, miközben ugye a statisztikák meg azt mondják, hogy már nem vásárolunk annyi könyvet. Akkor honnan kerül az emberek kezébe a könyv, és mi? Tulajdonképpen a nagy könyvterjesztők, itt van például a Bookline. Tavaly előtt a Bookline volt a legnyereségesebb magyar internetes vállalkozás, 40%-kal növelte a teljesítményét. Az emberek azt olvassák, amit a reklám eléjük tol. Tehát ami ki van téve, ami népszerű, ami mögött van egy ilyen vizuális reklám. Általában vagy ezt olvassák el az emberek, illetve van egy szűkebb tábor, aki mindig is olvasni fog, és még mindig a klasszikusok számítanak fontos olvasási pontnak, a klasszikusokat olvassák, és tulajdonképpen azt, amit reklámoznak a nagykönyvterjesztők.
Önök elsősorban a klasszikusokat juttatják majd el az olvasókhoz? Nem, mi komplett mozgó könyvtárral megyünk ki, A-tól Z-ig, és tematikusan, mint egy ilyen mozgó könyvtár, tulajdonképpen mindent árulunk. Hát most ez így eléggé nagyképűen hangzik, mert a könyvek összegyűjtése most kezdődött el nemrég, tehát pár tízezer darabnál tartunk, de mikor majd lesz 1 millió kötetünk, akkor ez azt jelenti, hogy minden témában legyen a szórakoztató irodalom, gondolok itt Rejtő Jenőre, vagy Agatha Christie-re, legyen az magyar irodalom, világirodalom, történelem, útleírás, tehát bármit meg lehessen kapni, és bizony az embereket ezek a könyvek érdeklik, csak ezekkel a könyvekkel nem találkoznak szembe az utcán. Hogy működik majd ez a rendszer? Tehát, hogy említettük, hogy gyakorlatilag házhoz hozzák a könyvet, itt a kerületben hogy lesz? Hát azt mondják, hogy álmodozók vagyunk, sokan féltenek minket a csalódástól. Három stádiumban képzeltük el. Az első stádiumban Budapesten, a 23 kerületben kitelepszünk, ha lesz hozzá kellő politikai támogatás mindkét oldalról, a polgármesterekkel meg tudunk állapodni, kitelepszünk forgalmas csomópontokra, BKK, MÁV, Volán, pályaudvarokra, főterekre, és ott felállítunk könyveskocsikat, mobil könyveskocsikat, amik a munkába járó és iskolába induló gyerekeknek, illetve felnőtteknek, meg onnan hazajövőknek kínálja egészen látható helyen, belebotolva ezekbe a tudáspontokba, vagy hívjuk utcai iskoláknak, belebotolnak, és ott találkoznak. Az első stádium Budapest, a második vidék, és hogyha a Jóisten megsegít minket, akkor át szeretnénk lépni a határt, mert viszont ez nem csak a diákokra van kihegyezve ez a program, hanem egyértelműen a szegény emberekre, aki venne József Attilát, vagy Bibliát, vagy Márai Sándort, vagy Vasalbertet, de azt nem lehet kapni 300 forintért. A harmadik viszont a határon túliak. Tehát, hogyha át tudjuk lépni a határt, és Budapesten 24 órán belül, vidéken és a határon túl pedig 48 órán belül oda visszük a könyvet, ami ő neki eszébe jutott, akkor az egy nagyon nagy dolog lenne, és úgy gondolom, hogy a Kárpát-medencébe látás módon helyreállna a kulturális autonómia vagy közigazgatás. Nagyszabású terv, valóban, és előremutató. Itt a 18. kerületben mikor kezdődik meg a munka? Van-e már valami előzménye, illetve hát maga ez a fajta rendszer mikor indul be? A program érdekes, hogy egyébként úgy néz ki, hogy Pesszentlőrincen indul először, de Kőbánya volt az, aki nekünk otthont adott. Tehát Kőbányán szeptember 15-én indul az Örsvezértéren és a Liget téren. De közben a polgármester úrral, a lőrinci polgármester úrral is kötöttünk egy megállapodást, nagyon tetszett neki az ötlet, és úgy néz ki, hogy Pesszentlőrinc kielőzi Kőbányát. Augusztus közepén nagyjából, hát keressük a helyet. Esetleg Szarvascsárda tér, Béketér, illetve a két nagy piac. Mindenképpen oda kell kitelepüljünk, ahol sok ember mozog, mert az emberek úgy általában nem mennek be egy könyvesbolba, főleg egy diák. Hát, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz még, de azt gondoljuk, hogy talán a Havanna úti piacon, igaz, ott csak szombatonként, de elsősorban a Szarvascsárda tér, Béketére gondoltunk, illetve a lőrinci piacra. Tehát ugye a Havannán szombatonként lesznek, a többi helyszínen pedig folyamatosan? Folyamatosan, hétfőtől vasárnapig. A nyitvatartási idő még nem alakult ki bennünk, tehát minden egy kicsit ilyen organikusan fejlődik. Egyértelmű, hogy reggel és este nyitva kell legyünk, amikor az emberek elmennek munkába, iskolába, illetve onnan hazajönnek. És nagyon fontos még az, ezt elfelejtettem mondani, hogy ezeken a pontokon pedagógusok, illetve főiskolások és egyetemisták ajánlják a könyvet. Tehát nem unatkozó könyvvárusok, hanem azok, akik ha az egyik könyv nincs, ajánlanak egy másikat. Hát kicsit ilyen klubszerű is lesz a dolog. Mindenféleképpen azt gondoljuk, hogyha egyetemisták, főiskolások, illetve pedagógusok kínálják a könyveket, akkor ők utat is tudnak mutatni, kézen fogják az embert. Tehát, hogyha valaki meg akarja venni Tolstojtól az Anna Karinát, de éppen az a ponton nincsen meg, akkor szívesen ajánlja mondjuk Flaubertől a Bovarinét, vagy Fontaine-től az Efibristet, vagy olyan könyvet, ami nem az, de esetleg még jobb. Tehát ajánlani is kell a könyveket, és kedvet kell hozzá csinálni a diákoknak. Rátermett pedagógusokra van szükség, akik ezt misszióként, utcai iskolaként tudják működtetni. De persze ez nem jelenti azt, hogy csak a diákok vásárolhatnak. Nem. Mi abba bízunk, hogy még egy kódus is meg tudja venni 300 forintért a könyvet, hogyha visszavisz 6 üres üveget. Tehát itt a probléma a következő. Egy jó könyvnek az ára, mondjuk Vas Albert, vagy Márai Sándor, vagy Hanvas Béla, egy jó könyv ára 4-5 ezer forint. Az antikváriumban is 1500-2000 forint.
ez a probléma. Tehát ha még egyáltalán valaki akar olvasni is, bizony, ha élelmiszert kell vásároljam vagy könyvet, egyértelmű, hogy azt a könyvet nem tudja megvenni. Illetve bemegy egy antikváriumba, és ott a polcon nincsen. Mert az antikváriusoknak, a könyvkereskedőknek nem biznisz bizonyos könyveket árusítani. Tehát én azt gondolom, hogy a diákok mellett a szegény emberek, illetve hosszú távon a határon túliak azok, akik ennek a haszonélvezői lesznek. Célzott arra, hogy az önkormányzat támogatja ezt a kezdeményezést. Miben tud segíteni az önkormányzat? Az önkormányzat is, és az állam is. Az államnál kezdeném, az állam, az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott nekünk egy kis pénzt, hogy vegyünk könyvet. Ez eddig szuper. Az önkormányzatok is nagyon fontosak. Az önkormányzatok abban tudnak segíteni, hogy adják oda nekünk ezeket a csomópontokat. Tehát mi közhasznú könyvterjesztésként oda mehessünk a Szarvascsárda térre, oda mehessünk a Béketérre, és ezeken a pontokon mi árusíthassuk a könyveket, tehát területfoglalási engedélyt kapjunk. A másik, amiben az önkormányzat nélkül még lépést nem tudunk tenni, ezeknek a mobilpultoknak a megfinanszírozása bizony elég sokba kerül. Tehát egy mozgó pultot létrehozni, ami ki van alakítva a könyvtárnak, mozgó könyvtárnak, egy pult körülbelül 500 000-1 millió forintba kerül, ezt mi egyáltalán nem tudjuk megfinanszírozni. Tehát most úgy néz ki a helyzet, hogy az állam odaadja a pénzt, az önkormányzat odaadja a közterületet, megfinanszírozza a mobilpultot, és akkor a lelkes pedagógusok pedig elkezdenek dolgozni. Utolsó kérdés, és talán ez a legfontosabb, hogy ugye néhány hét múlva akkor az elkezdődik, ugye augusztus második feléről beszéltünk. Miről fogják megismerni önöket az érdeklődők? Az egységes logója lesz az egésznek, tehát messziről fölismerhető fekete-sárga. Először arra gondoltuk, hogy de jó, piros-fehér-zöld lesz. Nem akarjuk elriasztani a diákokat. Ez a nemzeti szó egy bizonyos tekintetben a társadalom egy részének már egy kicsit el van koptatva, tehát fekete-sárga logóval, önkormányzati és egyesületi logó alatt messziről látszani fog, és mindenképpen mobiljármű lesz, tehát nagyon figyelemfelkeltő lesz, az vagy egy erdélyi társzekér lesz, egy lovaskocsi, vagy pedig egy olasz Piaggio kis teherautó, de messziről látszani fog az, hogy az utcai iskola. Sok sikert kívánok hozzá, és szerintem mi ott leszünk, és remélem, hogy minél többen meg fogják látogatni a mozgópultokat. Nagyon köszönjük, mi is reménykedünk ebben. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.